Hogyha a ti újévi fogadalmaitok között is ott volt, hogy idén nyára Király Beach Body-tok lesz, és nem tudjátok, hogy milyen receptekkel rukkoljatok elő ahhoz, hogy ne csak a sport legyen meg, hanem a király kaja is, akkor mutatok nektek egy nagyon király receptet, ami egy brokkolis csirkés mogyorós szobatészta lesz. A szobatésztáról annyit kell tudni, hogy ez egy hajdinából készült tészta, így gluténmentes természetes módon, és kevesebb kalóriát is tartalmaz, mint a rendes verziója, úgyhogy simán beiktathatjátok a diétátokba, hogyha esetleg tésztára vágynátok. Első lépésként az ételünk fő fehérje forrását fogjuk feldolgozni a csirke mellett. Most, hogy felkockáztuk a csirke mellett, egy kis szezámmagolajat fogunk hevíteni a serpenyőbe. Használjátok ti is mélyebb serpenyőt, esetleg wokot, hogyha van otthon nektek, hiszen ebbe sokkal könnyebben elkészíthető lesz majd a recept. Amíg pirulnak a csirkemellkockáink, addig megtisztítjuk a brokkolit. A megtisztított és rózsáira szedett brokkolit most lobogó vízben 1-1,5 perc alatt leblansírozzuk. Most, hogy kissé előfőztük a brokkolit, mehet is a csirkemellekhez. Felaprítjuk a fokhagyma gerezdeket és a gyömbért, majd hozzádobjuk a csirke és brokkolis alapunkhoz. Amíg pirul a tésztánknak az alapja, addig elkészítjük a szószunkat, amihez először is mogyoróvajat fogunk használni. Hozzáadjuk a szójaszószt, az almaecetet, egy friss lime levét és kikeverjük a szósz csomómentesre. A kész szószt hozzáöntjük az alapunkhoz. Most pedig megfőzzük a hajdina alapú szobatésztánkat körülbelül 3-4 perc alatt. Először a földi mogyorót fogjuk hozzáadni az alapunkhoz, és utána a szobatésztát. Mehet hozzá a felkarikázott újhagyma és az apróra vágott koriander. Összeforgatjuk a friss fűszernövényeket a tésztával, és készen is vagyunk. Látjátok, ilyen könnyen össze lehet dobni nagyon kreatív és egészséges fit kajákat az edzés mellé, hogy ne mindig csak a csirkerizs kombóhoz nyúljatok. Készítsétek el ti is ezt a király fit kaját, hogyha már unjátok a szokásos edzős recepteket, kövessetek minket Instagramon, Facebookon, TikTokon és YouTube-on is. Következőkben találkozunk. Sziasztok! A videót a Coca-Cola támogatta.